A NER és a propagandistái csodákra képesek. Feltámasztották a We Are The World című dalt, meg Irzsi Mencelt, és lehet, hogy még Orbán Viktorba is sikerül majd életet lehelni. Bár az ülésszakindító felszólalását hallgatva ez nem lesz könnyű. A vezér annyira elemében van, mint egy gondterhelt zombi a beszédei egyre unalmasabbak, a pocakja meg már nem csak a testét, hanem a hangulatát is lehúzza. De azért van remény. Lehet, hogy van megoldás arra, hogyan nem újjon ki teljesen, mint politikus és mint showman. Úgy néz ki, megtalálta azokat a témákat, amik új erőt adhatnak neki, és feltámaszthatják még infláció idején is. Ez a két téma a béke és a gyerekek védelme. De erről, meg a vezér végtelenül gyenge és semmit mondó parlamenti felszólalásáról, illetve a VR The Worldről majd picit később lesz szó a videóban. Először nézzük meg, hogyan támasztotta fel a propaganda J. J. Mencelt. Mert ez a profi médiagépezet már erre is képes. A kormány sajtóban az a jó, hogy minden mondatot szigorúan ellenőriznek, minden egyes szóra odafigyelnek, mert felkészültek és tisztességesek. Ezért nem vesztenek soha sajtópert. Annyira felkészültek és annyira tisztességesek, és annyira profik, hogy még a halottakat is képesek feltámasztani. A kormány közeli magyar hírlap feltámasztotta a híres filmrendezőt Hírsi Mentsát. A következő szöveg jelent meg ebben a hatalmas presztízsű lapban. Jirzsi Mencel ma 85 éves. Ki tudja, talán híresen antibohém életformája is segítette abban, hogy ilyen szép kort éljen meg, írja a Magyar Hírlap. Kiderült, hogy Jézsi Mencel él, és nem csak a filmkedvelők szívében, hanem a valóságban is. Hát ez valami csodálatos. És mi a legcsodálatosabb? Hát az, hogy amikor a magyar hillapnál rájöttek, hogy a rendező sajnos már egy idején nem él, és valójában még nekik sem sikerült visszahozni az életbe, ahelyett, hogy elszégyelték volna magukat, az alábbi kiigazítást jelentették meg. Az alábbi cikkben Jézsi Mencel születésnapjáról szerettünk volna megemlékezni, aki olyan nagy hatással volt a filmkészítésre, a szellemisége itt él velünk, ezért olyan, mintha ma is köztünk élne. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a rangos alkotó évekkel ezelőtt elhunyt, és amennyiben az alábbi erősen szubjektív megemlékezés esetleg azt sugalná, hogy ezzel nem vagyunk tisztában, ezért elnézést kérünk. Megpróbálták előadni, hogy ők tudták, hogy Irzsi Mencel már nem él. De vajon miért gondolták azt, hogy ezt az olvasók el fogják hinni? Mármint azt, hogy ők képben voltak. Lehet, hogy azért, mert az ő olvasóik sok minden mást is elhisznek? Nem lehet, hogy ennek ez az oka? Ha azt elhiszik a magyar hírlap olvasói, hogy Orbán Viktor egy zseni, hogy ő egyáltalán nem tehet az inflációról, kizárólag a szankciók, és hogy Orbán nem Putyint, hanem a békét támogatja, akkor miért ne hinnék el, hogy a magyar hírlapnál felkészült újságírók dolgoznak? Vagy miért ne hinnék el akár azt is, hogy Jézsi Mencel él? Hát jól megváratott a doktor miniszterelnök úr. Többet vártam arra, hogy elkezdődjön végre az élő közvetítés a köztévén Orbán Viktor parlamenti felszólásáról, mint amennyit Britney spears kellett várnom, amikor megtekintettem a műsorát annak idején a Budapest arénában. Britney Spears nagyjából a háromnegyed órás késéssel kezdte a budapesti koncertjét, de a mi művésznőnk, a vitya közönségének még ennél is többet kellett várni. Elfoglalta nagy ember, hát ezt tudomásul kell venni. Na mindegy, amíg megjött, addig megnéztem a M1 híradót, amiből kiderült, hogy egész Nyugat-Európa nyomorog, mivel a szankciók miatt energia szegénységben élnek szerencsétlen nyugatiak. Hát komolyan mondom, megsajnáltam szegényeket. Mi a tökömért nem jönnek mind ide? Hiszen nálunk Orbán Viktor mindenkit megvéd a szankciós inflációtól. Az is kiderült egyébként a híradóból, hogy a fiatal kurúakat a normálisnál jobban kedvelő, kirúgott pedagógiai asszisztens esete egyáltalán nem egyedi, mivel már 12 hasonló életmódot folytató tanár ült a vádlottak padján az elmúlt években. Vagyis hát ilyenek a tanárok, meg a lipsik, meg a nyugat. Ez jön nyugatról, kérem. Ezzel tessék azonosítani a nyugatot, meg a szankciós inflációval. Még Mága Zoltán is megszólalt, hogy mennyire elítéli ezeket az embereket, akiket amúgy mellesleg mindenki elítél, az egész ellenzék, és az összes politikai, meg nem politikai influencer, meg még azok a soros szervezetek is, amikről a kirugott pedagógiai asszisztens azt fantáziálta, hogy meg fogják védeni. Hát ő nem nagyon védték meg. De ez nem számít, mert a propaganda így is azt sugalja, hogy csak a kormány védheti meg a gyermekeket a zülött nyugattól és a libernyákoktól az a baj, hogy amikor Kaleta Gábort hazahozták, meg amikor Borkai Zsolt szeretgette a saját lányánál négy évvel fiatalabb hölgyet, akkor mintha ennyire nem akarta volna a kormány megvédeni a gyermekeket, mint most. És mintha az egyházban zajló gyermekbántalmazások ellen se szólalna fel, ennyire gyakran a kormány. Pedig hát arra is volt néhány példa az elmúlt években, legalábbis így emlékszem. Érdekes, hogyha valaki kizárólag a kormány propagandából tájékozódik, nagyon könnyen támadhat az az érzése, hogy a gyerekeket mindig a nyugattól és mindig az ateistáktól kell megvédeni. Az egyháztól és a kelettől soha. Ilyesmi csak nyugaton fordulhat elő, valamint az egyházon kívül. És hogyha nálunk előfordul, az mindig a lipsik miatt van, a genderisták miatt. Az a helyzet, hogy minél többször látom ennek a volt pedagógiai asszisztensnek a botrányát a köztévé híradójában, és bizony egyre gyakrabban látom, és minél többször használja fel ezt a kormány, és bizony egyre gyakrabban felhasználja, annál erősebb a gyanúm, hogy ez az ember megbízást teljesített, amikor a nyilvánosság elé tárta a kapcsolatát a diákjával. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy valaki magától ennyire hülye. Ilyen büszkén felvállalja, ami felvállalhatatlan. Ráadásul éppen azokra a szervezetekre hivatkozik, amikre a kormány imád mutogatni, amiket a kormány imád vádolni. Szóval itt van ez a két téma, amelyekkel Orbán Viktor most szeretné megtartani a népszerűségét. Az egyik az úgynevezett békepártiság, a másik pedig a gyermekek védelme, a gyermek bántalmazó nyugattól még hozzá. A békepártiságról már többször mondtam, hogy szerintem igazából Putyin pártiság, a gyermekek védelme viszont szerintem egy, egy nagyon helyes törekvés. a Gábor esetében is helyes lett volna. Kifejezetten örülnék annak, hogyha szigorodnának a gyermekvédelmi jogszabályok. A baj csak az, hogy ezt a két témát a kormány arra használja, hogy pótolja a valódi kormányzást hogy elfelejtesse a jó néppel az inflációt és azt, hogy nagyjából elcseszték az országot. Ez a két téma most a menekülő út, a hátsóhajtó. Eddig Orbán Viktor mindig sikeresen kijutott a ajtón. a kérdés, hogy most, amikor már konkrétan a zsebükön érzik az emberek az Orbán inflációt, vajon most is sikerülni fog -e ez a trükk. A magyarok most újra vizsgáznak. Hamarosan ki fog derülni, hogy meddig vagyunk hűíthetők. Meddig fogjuk Orbánnak elhinni, hogy ő nem Putyin, hanem a békepártyán áll, és hogy valóban a gyerekek védelme a fontos a számára, nem pedig kizárólag a népszerűségének a megőrzése. Amihez most éppen a gyerekek védelmét használja fel. Hamarosan ki fog derülni, hogy ezt is ugyanolyan szépen el fogjuk-e hinni, ahogy az egyszerűbb magyar hírlap olvasók azt, hogy Jézsi Mencel még életben van. Én csak vártam, csak vártam, hogy megérkezzen Orbán Viktor a parlamentbe. Egy órára ígérték a felszólalását, majd később azt mondták, hogy három háromig kell várni, aztán végül három óra körül érkezett meg. Egy picit késett a vezér, na. Hát nyilván útközben meg kellett védeni a néhány gyermeket, ki kellett osztani egy-két sallert Brüsszelnek, és talán még Amerikába is átugrott, hogy lepofozza biden Hát érthető, hogy késett. De legalább megnézhettem még egyszer a híradót. Még egyszer láthattam Szentkirályi Alexandra szép kis pofikáját, ahogy elmondja, hogy milyen fontos a kormánynak a béke. És ha ezt ő mondja a szép kis arcával, akkor még majdnem el is tudom hinni. Ebben a háborúban tudjuk, hogy ki az agresszorfél, tudjuk, hogy ki a megtámadó fél, de tudjuk azt is, hogy nekünk mégiscsak arra van felhatalmazásunk a magyar emberektől, hogy elsősorban a magyar érdeket képviseljük, és ezt érvényesíteni fogjuk, például akkor, amikor azt mondjuk, hogy nem értelmetlen szankciókra van szükség, hanem az lenne üdvös, hogyha Európa országai a béke, békét szorgalmaznák elhelyett. Amikor már nagyon untam magam, meghallgattam a We Are The World című dalt Király Linda, Körtisz és egyéb tehetségek előadásában, amire most baromi nagy szüksége volt ennek az országnak. Fontos volt, hogy megmutassuk a nyugatnak, hogy mi jobban el tudjuk énekelni ezt a számot, mint Lionel richie -ék. A magyar változat egyértelműen sokkal jobban sikerült, sokkal jobban szólt és sokkal békepártibb is lett. Érdemes meghallgatni ezt a dalt, majd utána az eredetit, és hallhatjuk a különbséget. Ez a dal már nagyjából halott volt, de nekünk, magyaroknak mégis valahogy sikerült feltámasztani. Hát azért a győzikét, a ferót és a mága Zoltánt hiányoltam a klipből. Jó lett volna teljesen világosan látni, hogy emögött a dal mögött ott a ner hogy ez a dal most a kormány béke kampányának a része. Ez szerencsére Ábrahám Robert ott volt, sőt, alapvetően neki köszönhetjük, hogy ez a dal összejött. Hogy megmutathatjuk a nyugatnak, hogy mennyivel jobbak vagyunk. Ábrahám Robert szerepe ebben a dalban világosá tette azt a kérdést, hogy miért kellett most ezt a dalt a magyar énekeseknek előadni. Hát azért, mert ez a dal összekapcsolva Ábrahám Róbertel és a PSTV-vel, meg Orbán Viktor békevágyával elhozza a békét, méghozzá azt a békét, ami nagyon jó az ukránoknak. Persze ennél tökéletesebb már csak akkor lehetne a béke, ha a fegyvereket se szállítanák tovább Ukrajnába. Az lenne az igazi béke, hát olyan, amilyet Orbán Viktor szeretne. We are the world, we are the children, mi magyarok vagyunk a világ, vagyis majd mi megmondjuk, hogy milyen irányba kéne mennie a világnak, és mi vagyunk a gyermekek, akiket most meg kell védeni a nyugattól. Az Orbán kormány pontosan annyira szeretne békét, mint amennyire a gyerekeket akarja megvédeni. Nem Putyin támogatjuk, hanem a békét, és nem Orbán Viktor hatalmát védjük, hanem a gyermekeket. És én csak vártam Orbán Viktor, csak vártam, de nem jött. Hanem jött a híradó, megint. Megjött a házasság hete. Sok gyerek is volt a Debreceni Református Nagy Templomban a házasság hete nyitó Isten tiszteletén. A kicsik megtudhatták, hogyan kell szeretettel ápolni egy házasságot. De az egyház közösség gyertya fényes vacsorát is szervez majd a házaspároknak a következő héten. Jól van, hát tudom, hogy meg kéne házasodni, majd, majd meg is házasodom, esküszöm. De jöjjön már az Orbán Viktor! most kezdjék el csápolni, hogy Viktor, Viktor, mit, mégis mit kéne csinálnom, hogy elkezdődjön a beszéd? Eljutottunk odáig, hogy már harmadszorra mondta el a Szent Királyi Alexandra ugyanazt. Az volt nagyjából a program, hogy ugyanazt a híradót ismételgették egymás után folyamatosan addig, amíg Orbán Viktor meg nem érkezett. Esküszöm, hogy ha ez még egy óráig így ment volna, teljesen beszopódok a nerbe. Aztán jöttek volna a jó kis kormánypropaganda videók itt nálam is. Jaj, hát nagyon virágoznak azok a cseresznyefák Japánban, csak az Orbán Viktornak nem sikerül bevirágozni a parlamentbe sehogy se. Megjött a vezér. Gondoltam Orbán Viktor most majd rendesen beindítja a tavaszi ürészakot a parlamentben egy izgalmas beszéddel, azt hittem, azt fogom majd mondani, amit a Starban Star zsűri tagjai mondanak, hogy ez az Viktor, így kell elkezdeni a tavaszi üvésszakot. Vagy ahogy az Ákos mondja, Viktor, húzd meg a ravaszt, ugye érzed a tavaszt? Orbán Viktor eddig általában érezte a tavaszt, de sajnos most nagyon nem érezte. Mert olyan uncsi volt, hogy majdnem elkezdtem tavaszi álmot aludni. A brüsszeli szankciók és a magas energiaárak inflációt hoztak, tájékoztatom Önöket, hogy az évvégi zárás, pénzügyi zárás azt mutatja, hogy Magyarország 4000 milliárd forinttal többet költött energiára 2022-ben, mint 2021-ben. Ezt a pénzt Brüsszel vette ki a magyarok zsebéből a szankciókkal. Brüsszel a hibás, a szankciók a hibásak, mindenki hibás, csak én nem vagyok hibás. Ebben a két hónapban Véget ért a nemzeti konzultáció a brüsszeli szankciókról. A 97 nem világos akarat, a magyar emberek nem értenek egyet a brüsszeli szankciós politikával. A 97 elég világos akarat. Elég világosan látjuk, hogy mi a véleménye a Fidesz szavazóinak, az egyharmadának, a 97 százalékának. 2022-ben 4,6 százalékos volt a gazdaság növekedése. Minden eddiginél több volt a munkahely, minden korábbit meghaladta export teljesítményünk, és több mint 20 éve tavaly volt a legmagasabb tőkebehozatal Magyarországra. A 2022-es évben a költségvetési hiányt és az államadósságot is sikerült csökkenteni. Na, látjátok magyarok, hogy milyen jó világ van itt? Minden frankó, nem is értem, hogy miért nem lelkesek a emberek. Jó, hát nem megy minden olyan jól, de arról nem kell beszélni. Csak a szépre emlékezzünk. Ez amúgy itt most nem siker propaganda, hanem pozitív gondolkodás. Mindenben meg kell látni a jót, az Orbán Viktor kormányzásában is. A magyar kormány komoly aggodalommal figyeli, hogy egész Európa lépésről lépésre arra szólva belesodródik a háborúba. Európai országok már tankokat küldenek, már terítéken vannak a vadászrepülők, és ha ez így folytatódik, lesznek olyanok is, akik csapatokat akarnak majd küldeni Ukrajnába. Pedig nem kéne. Nagyon nem kéne belesodródni a segítségnyújtásba, Európa védelmébe, Ukrajna megmentésébe, az agresszor megállításába. jobb ezekből kimaradni. Szeretnénk, ha a háborúnak minél hamarabb vége lenne, mert úgy látjuk, hogy ebben a háborúban nem tud győzni senki. Dehogy nem tud. Putyin győzhetne, hogyha senki se szállítana fegyvert az ukránoknak. Tisztelt képviselőtársaim, ha ez a háború folytatódik, egyre többen fognak meghalni. És ezt miből számolta ki a miniszterelnök úr? Matematikusan? Azért ez mondjuk ki nagyon nagy megfejtés. Hát ha folytatódik a háború, sokan fognak meghalni, igen. Vagyis legyen béke. Hát Viktorom, az van, hogy a háború az ilyen. Lehet, hogy nem kellett volna a haverodnak mondjuk elkezdeni, és akkor nem kéne semmit se befejezni. Magyarország nem szigetelheti el magát a világ nagyobbik részétől, amely békét akar. Ezért Kína béketervét is fontosnak tartjuk és támogatjuk. És az ukránok béketervét esetleg nem lehetne támogatni? Ja, várjál, ők háború pártiak. Hülyeségeket beszélek már én is. Az inflációt ebben az évben nem tudjuk megszüntetni, mert okai nem Magyarországon vannak. Ja, hogy te most nem Magyarországon vagy, akkor ez egy greenscreenes videó, ugye? Amit a Siriuson vettetek fel. A betegség neve szankciós infláció. A betegség neve Orbánc. Nagyon csúnya betegség. Bár a szankciókkal Oroszországot célozták meg, de Brüsszel valójában Európát találta el. Tegyük fel, hogy ez így van. Egyébként nincs így, de mondjuk mégis így van, akkor az a megoldás, hogy ne is legyenek szankciók, jól értem? És hogyha nincsenek szankciók, akkor azzal majd jobban fogunk ártani Oroszországnak. Ez a megoldás az agresszorral szemben. Hogyha nem sikerült azonnal térdre kényszeríteni Oroszországot, akkor ne is próbálkozzunk. Így beszél egy igazi utcai harcos, hát úgy néz ki így. Orbán csak egyszerűt, és hogyha nem győzött, akkor inkább feladja a küzdelmet. De Viktor, hogyha így harcolsz az utcán is, akkor nagyon hamar ki fognak ám ütni. Az infláció letörése és a családok védelme érdekében eddig 20 intézkedést hoztunk. A 20 intézkedésből 10 a munkahelyeket védi, 10 pedig a családokat és a nyugdíjasokat. Ezeket most ismertetni fogom. Az én csatornámon biztosan nem fogod. Játsszuk inkább azt, hogy a sikerpropaganda propaganda helyett majd szépen megvárjuk, hogy hogy sikerül-e ezekkel az intézkedésekkel valóban lenyomni az inflációt. Jó, mert egyelőre csak növelni sikerült az inflációt még Nyugat-Európához képest is. Európa bajnokok vagyunk inflációban, úgyhogy nyugattal dicsérd a napot, öö, nyugtával. Egyébként ezekről az intézkedésekről annyit kell tudni, most röviden összefoglalom, hogy a kormány mindenkinek csökkentette a terheit, mindenkinek adott pénzt, és mindenki mindentől meg van védve, megmentve. Ugye milyen jó most mindenkinek minden? De azért érezzük, hogy milyen jó hozzánk a kormány, nem? A következő évtizedben a magyar ipart korszerűsítjük, és gyors ütemben fogjuk fejleszteni. Amire azért lesz szükség, mert eddig nem ezt csináltuk. Úgyhogy most megint megígérjük, hogy majd mostantól tényleg ez lesz. Meghoztuk a zöld energia fejlesztéséhez szükséges döntéseket. Építjük, sőt gyorsítani akarjuk Paks 2-t. És döntöttünk arról is, hogy gázturbinás erőműveket is üzembe kell állítani. Bezöldült a ner. Eddig narancssárga volt, de most már zöld. De ez basszus, ez biztos, hogy a sifferandásnak köszönhető. Addig haverkodott a fideszesekkel, amíg meg nem győzte őket, hogy zöldek lenni jó. Olyan zöld lett a ner, mint atom. Azerbajdzsánnal megállapodást kötöttünk újabb gázszállítmányokról. Egy köbméter gázért 0,3 baltásgyilkost adunk Azerbajdzsánnak. Szerintem ez egész jó üzlet. Nekünk felnőtteknek az a dolgunk, hogy megvédjük a gyermekeket, és ez nem csak ránk, szülőkre igaz, ez igaz a pedagógusokra, az iskolaigazgatókra és a tankerületi vezetőkre is. Az ilyen gyalázatos esetek azt mutatják, hogy ezt az egész gender ügyet, gender propagandát, nem szabad félváró venni, és nem szabad viccként kezelni. Na, megérkeztünk a témához. Orbán Viktor már megint nagyon csúnyán összekever olyan fogalmakat, amelyeknek semmi közük egymáshoz. A jobb oldal szerint azért veszélyes a gender lobby, mert arra ösztönzik a tanárokat, hogy nyíltan vállalják fel a szexuális orientációjukat. És szerintük, már mint a jobb oldal szerint, ennek a következménye az, hogy például ennek a bizonyos pedagógiai asszisztensnek kapcsolata volt egy 15 éves diákkal. Mi van? Nem! Nem ennek a következménye. Egyetlen gender lobbistát, egyetlen soros szervezetet nem fog tudni felmutatni Orbán Viktor, amelyik ezt támogatná. Egyetlen ellenzéki pártot politikus nem fog tudni mutatni, aki ezt támogatná. Egyetlen nem kormánypárti újságírót nem fog tudni mutatni, aki ezt támogatná. Hogy jön ide az a szó, hogy gender, meg hogyan ide a nyílt társadalom? Orbán már megint összemossa a soros, meg a melegeket bűnözőkkel. De valójában az a súlyos, hogy a saját közönsége, a saját szavazói ezen nem háborodnak fel, hanem baromi lelkesen hallgatják ezeket a baromságokat. Fájdalmas, hogy még a háború idején is érik Kárpát aljai honfitársainkat Ukrajnában atrocitások, hogy a magyar nyelv használatának jogát megcsonkítják, és a magyar iskolák igazgatóit leváltják. A magyar külügynek egyértelműen ki kell állni és világossá kell tennie, hogy a Kárpát aljai magyarok ennél több tiszteletet érdemelnek. Ez így igaz, egyetértek. Csak hogy ez nem ok arra, hogy ne segítsünk az ukránoknak. Ugyanis nem minden ukrán magyar ellenes. És azok az ukránok, akik az agresszor ellen küzdenek, ugyanígy tiszteletet érdemelnek. Az a helyzet, hogy nekem azért nagyon hiányzott egy név ebből a beszédből. És ez a név Putyin. Mert hogy itt mindenről volt szó, Brüsszelről, genderről, szankcióról, háborúról, csak a háborút kirobbantó Putyinról nem. Mint hogyha a főnök nem is létezne. Na nem mintha másra számítottam volna. Na jó van, azt hiszem ennyi bőven elég volt már a vezérből, amúgy se volt igazán formában, nehéz volt nem bealudni rajta. Ha még ébren vagytok, nyomjatok egy lájkot, like vagy egy diszlájkot, iratkozzatok fel, ha nem vagytok feliratkozva, nyomjátok meg a csengőt, ha szeretnétek értesítést kapni az új videókról, és ha még nem láttátok ezt a videót a vezérről itt alattam, akkor katt ide!